nagyon szomszéd én vagyok, az te voltam Erdélyben. Fú, nagyon szépen, madarasi argita, békászoros, medvetó, sóbarlang, pálinkatenger. Ma, mint hogy nincs olyan hely Erdélyben, hogy pálinkatenger, hanem egész Erdély egy pálinkatenger. Ezt onnan tudom, hogy amikor odaértem, mondtam Attila komámnak, mert hogy nála voltam ugye, hogy amúgy hozni akartam ám otthon a jóféle házi pálinkát, azt mondja, bolond vagy te Béla! Minek hoztál volna ide pálinkát? Tengerbe vizet? Úgyhogy ott az van. Egy hétig voltam oda, állítólag, mert hogy én az egy hétből csak két napra emlékszek, az oda meg a visszaútra, mert ott tényleg pálinka tenger van. Hát amíg itt nálunk a férfiaknak ajánlott pálinkát inni, addig ott Erdélyben egyenesen kötelező. Attila komám ugye, ilyen alacsony kis ember, magas alkoholtartalommal, annyi pálinkát megivott már életében, hogy az életkorát nem évben, hanem fogban mérik. Úgyhogy Attila 78 fokos. Hát olyan pálinkákat ittam, hogy azt nem tudom, hogy milyeneket, de nagyon ittam. Hát megkínált Attila szilva. Szilva? Szilva jellegű pálinkával. Megittam, az a pálinka azt csinálta velem, amit a mama több mint 65 éve. Belém folytotta a szót. Megittam, két percig nem tudtam megköszönni, csak pipáztam, mint a halak hőségben. Meg Attila megittatott fenyő pálinkával. Azt mondja, megittam, azt mondja, ugye milyen fenyő íza van? Hát mondom, honnan tudja, soha nem ettem még fenyőt. Miért szomszéd, te kóstoltál már fenyőt karácsony után, rámentél vagy mi? Hát nincs viszonyítási alapunk, ugye? Na, úgyhogy a terdébe te, olyan ügyesek az emberek, hogy mindenből is pálinkát főznek. Még a fenyőből is. Meg olyan kedvesek, hogy ahogy odaértem, Attila úgy fogadott, hogy tedd le ide nyugodtan a csomagjaidat. Mondom, mi van Attila, ennyire begyött a junió, hogy már hordárad is van, aki beviszi nekem a csomagjaimat a házba, azt mondja, áj, túrod. De ha tele van a kezed, akkor mivel fogod a poharat? Úgyhogy gyorsan megittuk az üdvözlő pálinkát, oda-vissza ugye, mert hogy én is üdvözöltem őt, meg ő is engem, egyszer csak gyűjt egy ember. Nekem meg drága jó anyám mindig azt tanította, hogy fiam, köszönjél mindenkinek, mert sose tudhatod, hogy melyik az apád, úgyhogy köszöntem neki. Attila meg úgy köszönt egyből, hogy gyere, így áll valamit. Majd ott így köszönnek az emberek, ilyen kedvesek, hogy gyere, így áll valamit. Úgyhogy iszogattunk, beszélgettünk, hát főleg iszogattunk, egyszer csak az az ember lement így Kejfej Jancsiból. Csak nem gyűjt vissza, azt mondom, hát ez meg itt ki? Azt mondom, mit tudom én, te köszöntél neki, azt hittem ősmerre. Így volt. Azután hátra mentünk mennézni a telket, úgyhogy gyorsan megittük a teleknéző pohainkat. Utána meg kérdeztem tőle, hogy ez itt előrő, ez mi? Azt mondja, ez itt elő a legelő. Azt erre ittunk. Utána meg kérdeztem, hogy az ott hátulról az mi? Azt mondja, az ott hátul, meg a leghátul. Azt erre is ittunk. Azt mondja, hogy tettem le volna le a porrat, itt poáron keresztül láttam, hogy mozgott a bokor. Egyből kérdeztem is, hogy az ott a bokorban lejött, hogy egy medve? Attila meg ugye nem egy ideges típus, töltött egy pálinkát, megittük, azt mondja, az ott lehet, hogy egy medve. Hú, te egyből ideges lettem, szomszéd. Kettőből, mert menj nyugodtan. Azt kérdeztem, hogy és ha az ott nem medve, akkor mi lehet az? Attila töltött még egy pálinkát, megittük, azt mondja, ha az ott nem medve, akkor az ott nem medve. Bizony. Úgyhogy háromból megint ideges lettem, azt mondom, és ha az ott medve, akkor mit csinálunk? Attila töltött egy pálinkát, megittük, erre töltött még egyet, azt mondja, ha az ott medve, akkor iszunk még egyet, mert idegeskedni kő. Volt-e? Én attól a pálinkától úgy megnyugodtam, hogyha medve lett volna, azt is letoltam volna, úgyhogy kérdeztem nyugodtan, hogy és ha az ott nem medve, akkor mit csinálunk? Töltött Attila még egy pálinkát, megittük, aztán töltött gyorsan még egyet, azt mondja, ha az ott nem medve, akkor iszunk még egyet, mert nem kell idegeskedni. Úgyhogy én egy hétig voltam kint, állítólag, ugye te? Szóval én medvével egy hét alatt nem tanálkoztam, de a fél decis pohárral együtt is aludtam. Úgyhogy rájöttem, hogy Erdélyben a medvés találkozásoknak a 90%-ának a pálinka az oka, és csak 10%-ának a medve. Mert medvével nem tanálkoztam, de a pálinkától állandóan láttam őket. Úgyhogy Erdélyben nem a medvétől kell félni szomszéd, hanem a pálinkától. Na de megyek, pakolok, mert én oda költözök Erdélybe, az az én helyem pálinka tenger szép hely. Na, csak előtte mondom a mamának, most vittem ki a karácsonyfát, hogy panírozza be, rántsa ki, rántott fenyőt eszünk, mert hoztam jóféle fenyőpálinkát, legyen viszonyítása. Na, szevasz, jól éljön, na. Erdélybe jártam, anya medvét láttam, vele vannak a bocsok, úgyhogy futok közbe fosok, egészségünk lett.